kukoricák nálunk jól szerepelnek, jól mutatnak, köztük a Durango is. Ezt a Székesfehérvár határában látható fajta sor már augusztusban bizonyította, ahol több KVS hibriddel is zajlik a helyi kísérletezés. Az Aranybulla ZRT-nél 2000 hektáron történik szántóföldi növénytermesztés, amiben hangsúlyos szerepe van a siló, valamint a szemes kukoricának, hiszen különösen fontos az agrárvállalat 300 szarvasmarhájának kiszolgálása. A KVS-szel, hát most már mondhatjuk, hogy egy évtizednél régebbi a kapcsolatunk. Gyakorlatilag először a siló kukoricába ismertük meg egymást, ott jó eredményeket kaptunk a KVS-es hibridektől, a hosszú tenyészidejű hibrideket kedveltük, amik jó beltartalmi értékkel, illetve tömegbe is jó értékeket adtak, így ezt hosszú évek óta csináljuk. Néhány esztendeje aztán a KVS szemes kukoricáinak is esélyt adtak, így azok helyet kaptak a nagyjából 60 hibridből álló fajta sorban. Az eredményeket alapul véve végül a Durango üzemi szinten is megjelent az Aranybulla ZRT földterületein. Üzemi körülmények között az idén először nagyobb hektárszámba a Durango lett elvetve. Ennek a hibridnek a kelése az elég jól sikerült, és a fejlődése is szerintünk megfelelően bizonyult, majd később kapott egy aszályos periódust, amikor már kritikus volt az állapot, de akkor szerencsére megjöttek az esők. A júniusi csapadékos időszakra nagyon nagy szükség volt, az összes tavaszi vetésű növény számára kellett az eső. A kukoricák végül így kiheverték az aszályos szezon kezdetet, és mostanra a KVS fajtasorban nagyon biztató képet mutatnak a már termelői szinten ismert, és a piacon csak jövőre megjelenő új hibridek. Mondják ilyenkor, hogy még sokat kinnalszik a kukorica, de azt gondolom, hogy már olyan túl nagy kár nem érheti, vagy hát nyilván egy jégkár az természetes, hogy odavághatja még a termést. Szépen kihozta a csöveket, van, ahol kettős csövet hozott, szépen fejlődik, virágzásba lement, hála Istennek az időjárásunk is megfelelő volt. Remény szerint egy 10 tonnás kukoricát látok benne. Pillanatnyilag jól néz ki, szoktuk mondani, hogy majd a vas mikor elmegy, tehát a kombány, az mutatja meg igazából, hogy mit tud a Durango, meg persze a többi fajta is. A termelőknek általában azért szoktuk ajánlani, mert rendkívül jó a vízladása, ahhoz képest is, hogy a hosszabb kategóriájú, illetve a hosszabb faószámú anyagokhoz tartozik. A termelők általában azért választják ezeket a hosszabb tenyésztői fajtákat, ugye próbálják az utóbbi években kialakult a szájhelyzetet minél jobban elkerülni, és mind a korai vethetősége, mind pedig a termés potenciál ezt alá is szokta támasztani. Tehát a termelőknek a KV és Durango fajtát 65-70 ezer közötti tőszámmal szoktuk ajánlani elvetni. Ez hozzásegíti az esetleges aszályos időszakok könnyebb átvészeléséhez. A saját kis parcellás kísérleténkben bizonyította, hogy kimagasló genetikai potenciálra rendelkezik, akár 15-16 tonnás termésekre is képes. Mindemellett rendkívül könnyen betakarítható, tehát nem egy nagyon nagy növényről van szó, hanem egy középmagas állományt alkot. Keresse a Durango vagy a további kukorica hibrideket a KVS termékpalettáján.